A Gyergyószentmiklósi Örmény közösség is tisztelgett az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. A Gyergyószentmiklósi jégkorong 70 éves évfordulója alkalmából kiállítást rendezett a Tarisznyás Márton Múzeum a műjégpálya szomszédságában. Elkezdődött a tavaszi labdarúgó idény. A Gyergyószentmiklósi felnőtt csapat fölényesen nyerte az első találkozón, és továbbra is vezeti a tabellát. Köszöntöm nézőinket egy újabb márciusi hét kezdetén. Jó estét kívánok! Újabb 10 Gyergyószentmiklósi tömbház felújítására írták alá a finanszírozási szerződést. Közel 14 millió lejt költenek a Forradalom negyed 9B, a Kórház utca B, az IPEG, a Virág negyed 43-as és 44-es, valamint a Bucsin negyed 10-es, 20-as, 2-es, 6-os és 11-es tömbházainak energiahatékonysági feljavítására. A költségek 15%-át az önkormányzat, 25%-át a lakók, a fennmaradó 60%-át pedig az állam állja. A fontosabb tudnivalókat március 20-án 17 órától ismertetik az érintett lakókkal a Művelődési Ház nagytermében. Itt fogják részletezni, egyebek mellett, hogy milyen vállalásokat kell teljesítsen egyfelül az önkormányzat, másfelül a lakószövetségek ahhoz, hogy a kivitelezés elindulhasson. A Gyergyószentmiklósi Örmény közösség évről évre fontosnak tartja, hogy külön ünnepséget tartsanak, így tisztelegve az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. Vasárnap a Szentmisét követően az Örmény katolikus templom kertjében rendezték a megemlékezést. A Gyergyószentmiklósi Örmény katolikus templomban tartott vasárnapi szentmisét követően családias hangulatú megemlékezésen vettek részt a helyi örmény közösség tagjai. Mivel fontosnak tartják az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc üzenetének átadását a fiatalok számára is, így egy minisztráns olvasta el az ünnepi gondolatokat. Úgy lehetünk méltók március 15-i emlékéhez, Kossuth és Petőfi örökségéhez, ha továbbra is a szabadság szerető, erős akaratú nemzet maradunk, és éljünk bár többségben vagy kisebbségben, a világ bármely részén nem engedhetjük megfosztani magunkat mindazon értékektől, amely magyar tudatunk részét képezik. A közösség kiemelten a két örmény származású aradi vértanú, Kis Ernő honvéd altábornagy és Lázár Vilmos honvéd ezredes emléke előtt tisztelgett. A koszorúzást követően a magyar himnusz eléneklésével zárták a rövid megemlékezést. Szijjártó Péterrel együtt emlékezett a marosvásárhelyi magyar közösség március 15-én a postaréten. Szijjártó ez alkalomból elmondta, 1848-ban egy új gondolat legyőzött egy régit. A magyar szabadság eszméje felülkerekedett a birodalmi alávetettségen, az emberek egy új irányt jelöltek ki, és semmi nem lehetett már ugyanúgy, ahogyan előtte volt. A marosvásárhelyi március 15-i központi megemlékező rendezvényeket egy nappal korábban, 14-én tartották meg a kiemelt meghívott Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminiszterének látogatása miatt. A magyar külügyminisztert tapsvihar és éjjelzés fogadta a postaréten. Szijjártó Péter elmondta, 1848-ban egy új gondolat legyőzött egy régit. A magyar szabadság eszméje felülkerekedett a birodalmi alávetettségen, az emberek egy új irányt jelöltek ki, és semmi nem lehetett már ugyanúgy, ahogyan előtte volt. Történelmünkön végig tekintve már-már természetesnek vehetjük, hogy ma a helyzet megint úgy áll, hogy Magyarország szuverenitásáért és a magyar emberek döntési szabadságáért újra meg kell küzdenünk. Ugyanakkor remény és iránytűt ad, hogy az 1848-as magyar forradalmárok meg tudták változtatni a történelem menetét, és erre mi is képesek vagyunk. Tegyük világossá itt, a nemzeti ünnepünkön, hogy a magyar közösségeket sehol nem lehet erőszakkal asszimilálni, vagy hátrányban részesíteni. Biztosíthatom önöket arról, hogy Magyarország nemzeti kormánya mindig kiáll, és mindig ki is fog állni a határon túlélő magyarokért és az ő jogaikért.
Vas Levente RMDSZ-es képviselő beszédében arra hívta fel a figyelmet, mi a fontos ma Marosvásárhelyen. Az a fontos, hogy legyen iskolánk, legyen a törvény adta jogunk a módján a tanárikat pótolni, az oktatást folytatni. Mi a fontos? Az, hogy legyen a vártemplomban Károli szobrunk felállítva, Kálvin szobrunk felállítva, hogy legyen Cakó utcánk, hogy legyen Luther utcánk, és hogy minden magyar utcának legyen, minden utcának legyen magyar neve. Igen, ezek fontos dolgok. De nap mint nap a parlamentben, az önkormányzatokban megtapasztalhatjuk, hogy ezeket a jövendő szempontjából nagyon könnyen eltörölhetik. Megadott jogokat elvehetnek tőlünk. Ha nem vagyunk ott Európában, ha nem képviseljük a magyarokat a Kárpát-medencében, akkor valószínű, hogy ez még könnyebben megtörténhet. Ez 2019 márciusának a kihívása. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke hangsúlyozta, nemzeti szimbólumaink használatának követelésével nem elvenni akar a magyarság, hanem törvény adta jogait kívánja érvényesíteni. Egyúttal arra is figyelmeztette a marosvásárhelyi magyar érdekképviselet tagjait, hogy döntéseikkel valós képviseletet biztosítsanak a marosvásárhelyi magyarok érdekei mellett. Amikor az ellenünk és a nemzeti szimbólumaink elleni támadásra, a gyűlöletbeszédre válaszolunk, akkor mindössze megvédjük magunkat. És ezután is meg fogjuk védeni itt Marosvásárhelyen, Majortól, Flóreától, Papuktól és Páskántól, ahogy a második Rákóczi Ferenc római katolikus iskolát is megvédtük, és ha kellett, újra kezdtük. És mondom itt mindenkinek, vásárhelyi barátainknak is, hogy ehhez igazítsátok a nyilatkozatokat, a testtartást és a viszonyt ezekkel az urakkal. Az ünnepségen Petőfi Sándor nemzeti dalát Sebestyén Aba színművész tolmácsolásában hallgathatta meg az ünneplő sokaság. Rabok voltunk mostanáj, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ma kezdődtek el a próba érettségi írásbeli vizsgái. Az első napon román nyelv és irodalomból mérték fel a fiatalok tudását. A vizsgán a végzős diákokon kívül a 11. osztályosok is részt vesznek, országosan összesen mintegy 300 ezeren. A próba érettségizők március 19-én az anyanyelvük irodalmából, 20-án a szaknak megfelelő tantárgyból, március 21-én a választott tantárgyból próbavizsgáznak. Az eredmények március 29-én lesznek nyilvánosak. Az országos felmérés reggel 9-kor kezdődik. A tanulóknak 8 óra 30 percig el kell foglalniuk helyeiket, és 3 óra áll rendelkezésükre a tételek kidolgozásához. Idén 70 éve, hogy létezik jégkorongozás Gyergyószent Miklóson. Ezt a kerek évfordulót többek között egy kamara kiállítással ünneplik, amelyet a napokban nyitottak meg a műjégpálya szomszédságában található pályabisztróban. A Tarisznyás Márton Múzeum munkatársai által összeállított tárlat a tervek szerint legalább egy évig látogatható lesz. Az ünnepség keretében a Tarisznyás Márton díjat is átadták. 70 évvel ezelőtt kezdtek el Gyergyószent Miklóson jégkorongozni, és ez a 7 évtized rengeteg sikert és nehézséget is hozott a sportág művelői, kedvelői számára. A Tarisznyás Márton Múzeum ezúttal nem az intézményben, hanem egy külső helyszínen, a műjégpálya szomszédságában tett eleget a felkérésnek, és gyűjtötte össze a legfontosabb információkat a helyi jégkorongozásról. Ezt mutatták be a kiállítás megnyitóján. Egy kicsit átnéztük, hogy igazából a 70 év alatt a gyergyői hoki hova jutott, min keresztül, milyen akadályokon, milyen sikereket ért el, és nagyjából elvittük a hoki, tehát a korcsolyázás kezdetétől egészen a 2018-as évig ezen a 10 ponton. Hát ezelőtt pontosan 20 évvel, 1999-ben, tehát az ezred forduló előtt szintén volt egy kezdeményezés, és amikor itt felavatták ezt az emléktáblát itt a hokipálya oldalán, illetve tartottak ünnepséget és kiadtak egy ilyen kis könyvecskét, brosúrát, amiben az az érdekes, hogy a nemzetközi hoki történetről több oldal szól, mint magáról a gyergyői hoki történetről, ami úgy éreztem, hogy ez egy mulasztás.
hála jó Istennek, hogy ebben a kis brosúrában a régi hokisok, a régi játékosoknak a visszaemlékezései teljesen melközelségbe hozták a korabeli történeteket, ami a, mit tudom, az 50-40-es évek végén és az 50-es, 60-as években történt velük. A megnyitón elhangzott, ez az a sportág, amely mára már beleívódott a gyergyóiak génállományába is, ami összefogja a helyieket. A kiállításra 10 pannó készült, amelyeket magyar és román nyelven sok fotóval illusztrálva mutatják be a gyergyószentmiklósi jégkorongozás jelentősebb mozzanatait. A 70 esztendőből még igazából egy év sem telt el, amióta a gyergyói hokiklub létezik, de a csapat igyekszik ezt a jelentős évfordulót emlékezetessé tenni. Progimtól átvettük a felnőtt jégkorongcsapat működtetését, az volt a cél, hogy ebben az évfordulós idényben valami olyant adjunk a gyergyői embereknek, szurkolóknak, amire büszkék lehetünk, és amiről még évek múltán is beszélni fogunk. Úgy gondoljuk, hogy az Erste Ligás szereplésünk egy ilyen mérföldkő a 70 éves hoki történelmünk során. Az 57 Erste Ligás mérkőzésből, ami az idén lezajlott, 28 volt hazai jégen, és csak nem az összes telt ház előtt, azaz olyan élményt adhattunk a gyergyói embereknek, amire rég vágytunk mindannyian. És nagyon felemelő érzés az, amikor Budapesten, Debrecenben, Dunaújvárosban, Fehérváron, vagy akár Bécsben is, a több száz kilométerre a várostól rendre megtelnek a vendégeknek fenntartott szektorok piros-fehér szurkolókkal. A gyergyői hokiklub csapatának szurkolni egy különleges közösségi összetartozási élményt jelent. A gyergyói hokiklub menedzsere beszédében nem titkolta, sokat köszönhetnek az elődöknek, hiszen nélkülük nem létezne napjainkban jégkorongozás Gyergyószentmiklóson. Teljesen lehetetlen lett volna, ha nincs az a korábbi 69 év, amelyek alatt elődeink lelkes, néha keserves, de megszállott munkát tettek bele abba, hogy egyáltalán létezzen Gyergyóban jégkorong. Kellettek ehhez azok az emberek, akiknek neveit és arcképeit láthatjuk itt, a falakon, akik sikereire akkor is emlékszünk, ha már évtizedek múltak el azóta. És kellettek hozzá azon százak vagy ezrek, akiknek neve sohasem kerül ki ilyen kiállításokra, de tették a dolgukat a maguk helyén, a szeretett sportágunkért. Korcsolyát fentek, kesztyűt javítottak, sima jeget készítettek mínusz 30 fokban, zsíros kenyeret kentek a gyerekcsapatok meccsein, imádkoztak, hogy semetéjük éppen hazajön a több száz kilométer távolban zajló mérkőzésekről, a hófúvásban, a szinte járhatatlan utakon. A kiállítás megnyitón számos egykori és mai jégkorongozó is jelen volt, köztük Kémenes Balázs, aki elmondása szerint 5-6 rendszert, vezetőségváltást is megért. A jelenlévők egy perces néma csenddel adóztak a ma már nem élő egykori neves játékosok, szakemberek emléke előtt. Ezt követően Kémenes Balázs, vagy ahogyan a legtöbben ismerik Jack, sok-sok történetet, mozzanatot idézett fel pályafutásából. 67-ben az első nagy csapatban kezdtek próbálgatni, György Laci kollégámmal együtt hívtak a junior csapatba, a nagy csapathoz, és az első turnék Magyarországon volt, az előre kupán, ott rendezték meg, és az egy szenzáció. Egy kisvárosnak külföldre menni, nem is tudom elgondolni, hogy milyen nagy dolog. Az ünnepség keretében adták át a Tarisznyás Márton díjat is, amelyet ezúttal dr. Gál Józsefnek ítéltek oda, aki a bronzplakett mellett egy tarisznyát és egy festményt is kapott. Tavaly úgy döntöttük el a múzeumos kollégákkal, hogy a Prómúzeum Alapítvány meg a Tarisznyás Márton Múzeum egy díjjal szeretné megköszönni azt az 5 éve kifejtett munkát, amit ebben az Eszena Fesztiválban tanúsított, és ezt szeretnénk. Most akkor nem tudtuk átadni a dísztanácsülés keretén belül, most decemberben, mivel el kellett utaznom, de most megragadván az alkalmat, és most engedjék meg, hogy most adjam át itt nyilvánosan mindenki szeme láttára ezt a díjat, hogy ezáltal hálám, a múzeumnak a háláját és a köszönetét tolmácsolja. Gál József doktor úrnak is át szeretném nyújtani neki a tarisznyás díjat, hogy megköszönjem, és továbbra is legyen partnere a múzeumnak, hogy az idén is, ha lesz rá lehetőségünk, hiszen ugye költözőben leszünk, de még akkor is, ha lesz rá lehetőségünk, ezt a fesztivált tudjuk közösen megszervezni. A Tarisznyás Márton Múzeum vezetője felhívással is fordul a lakossághoz, hogy akinek bármilyen jégkorongozással kapcsolatos emléktárgya, fotója van, vigye be az intézménybe, hogy tudják megőrizni azt az utódok számára. A kiállítás folyamatosan látogatható a Pályabisztróban,
Így egész évben lehetőség van megtekinteni a hokis emléktárgyak mellett a fotókkal, szöveggel ellátott pannókat is. A társadalom biztosítási költségvetés pénteki hatályba lépésével jelentősen nőtt a temetkezési segély összege. Ez a TB járulékot fizető személy vagy nyugdíjas, illetve hozzátartozója halálakor járó állami támogatás. A pénzösszeget a múlt évtől a nyugdíjpénztár fizeti ki, akár alkalmazott, akár nyugdíjas kérvényezi. Tavaly február óta a nyugdíjas, illetve biztosított halálakor a segély 4162 lej volt, ha pedig egy olyan családtag hunyt el, aki nem volt nyugdíjas és nem is rendelkezett biztosítással, a biztosított családtag 2081 lejt kapott. Ezek az összegek péntektől 5163, illetve 2582 lejre nőttek. A biztosított, illetve a nyugdíjas elhalálozását követően a segélyt egyetlen személynek fizetik ki a következő kategóriák közül: a túlélő házastársnak, a gyermeknek, a szülőnek, a gyámnak, illetve bármelyik személynek, aki iratokkal tudja bizonyítani, hogy fedezte az elhalálozással járó költségeket, ha nincs igénylés más az említett kategóriák egyikéhez tartozó személy részéről. A gyergyószentmiklósi labdarúgásra érdemes kiemelt figyelmet fordítani, hiszen a VSK felnőtt csapata első helyen áll a csoportjában, a junior bajnokságban pedig szintén vezetik a tabellát. A jövő FC 7 gyermekcsapattal vesz részt a Hargita megyei labdarúgó bajnokságban. A fociklub nemrégiben felújított egy hirdető táblát is, hogy minden fontos információ mielőbb eljusson a sporták kedvelőihez. Kiválóan szerepelt a városi sportklubhoz tartozó felnőtt csapat az őszi labdarúgó idényben, az első helyről kezdhették a tavaszi fordulókat. Vasárnap az első mérkőzésen már is fölényesen győztek. Hétvégén egy 5-0-ás kiütéses eredménnyel sikerült felülkerekedni a domokosi csapaton, így ezáltal meg is sikerült őrizni az első helyet, sőt növelni is tudtuk 7 pontra, amely számunkra nagyon fontos, hiszen nem titkolt szándék, hogy megnyerni a bajnokságot. Ez az út, ez még nehéz, hiszen is elsősorban meg kell nyerni ezt a keleti csoportot, amiben részt veszünk, majd utána egy oda-vissza vágó mérkőzésre kerül sor a másik csoport győztesével, és ez a mérkőzések után lehet majd kijelenteni, hogy valaki bajnok Hargita megyében. Gyergyószentmiklósnak több mint 10 éve nem volt megyei bajnok labdarúgó csapata. A VSK jelenleg 33 ponttal vezeti a tabellát, mögötte 26, illetve 25 ponttal a Szent Simoni és a Marosvízi együttes áll. A jövő FC fontosnak tartja az utánpótlás nevelést. Nagyon is örvendünk most már a jó időjárásnak, hiszen ki tudtunk jönni és lassan kijövünk a terembe. Ez egy hátrányt jelent a többi város csapataihoz képest, hogy ilyen későn tudunk kijönni a teremből, de reméljük, hogy sikerül felvenni majd a versenyt a tavaszi fordulóban. Azt kell tudni, hogy jelen pillanatban 7 csapattal veszünk részt a bajnokságban, a 2004-es korosztálytól egészen a 2011-es korosztályig. Van olyan korosztály is, amelyben 2 csapattal veszünk részt, ami még fontos, hogy tudni kell, hogy 120 leigazolt futballistánk van, de ezen kívül el lehet mondani azt, hogy több mint 150 gyerek tanulja a focit a Puskás Ferenc Akadémia programja szerint. A napokban helyi vállalkozók támogatásával felújítottak egy a helyi önkormányzat által a rendelkezésükre bocsátott hirdetőtáblát. Ennek a hirdetőtáblának a célja az, hogy minél hamarabb eljuttassuk az információt a fociszeretőknek,
és mindenképpen szeretnénk azt, hogy egyre többen kilátogassanak a mérkőzésekre, futballmérkőzésekre, ehhez persze itt vannak a segítségek, mind a Facebook, vagy a honlap, viszont nem mindenki fér hozzá ezekhez a felületekhez, ezért tartottuk fontosnak ezt a hirdetőtáblának a felújítását. A klub vezetősége reméli, hogy a lakosság is vigyázni fog erre a hirdető táblára. Megújult a Hargita megyei labdarúgó szövetség honlapja, amelyen követni lehet a VSK Gyergyó felnőtt és a Jövő FC gyerekcsapatainak a mérkőzés eredményeit. A Gyergyói Hoki Klub pénteken ismét a Sapientia U23-as csapata ellen játszott, ezúttal Gyergyószent Miklóson. Ezúttal jóval nagyobb arányú különbséggel 11-1-re győztek. A gyergyói gólokból 2-2-t Csergő, Donyika és Pestonov, 1-1-et pedig Orbán, Ivácson, Barabás, Timáru és Ferenc Csibi Róbert lőtt. Eldőlt, hogy a héten háromszor játszik a csapat a galaciakkal. Szerdán, pénteken és vasárnap lesznek a mérkőzések, amelyekre az alapszakaszra meghatározott jegyárak és a megváltott bérletek érvényesek. A gyermekek, nők és nyugdíjasok 10, a férfiak 15 lej ellenében szurkolhatnak a gyergyói csapatnak a Galac elleni találkozókon. Az alapszakaszban még egy mérkőzése lesz a Gyergyói Hoki Klubnak, de a brassói Korona elleni találkozó időpontja még nem ismert. Ennyi volt mára a Fénypont, köszönöm híradónknak szentelt figyelmüket, szép estét, a holnapi viszontlátásra!